Üdvözlöm Önöket pocostunkban, melyben a harcművészetek könnyen érthető és intuitívan kézzelfogható logikáját mutatjuk be. Azt a feladatot tűztük ki magunk elé, hogy ezeket a dolgokat holisztikus kontextusba helyezzük, valamint nyilvánosan is bemutassuk, mert a harcművészetekben az ilyen gondolatokat hajlamosak visszaszorítani a hagyományok, a személyes preferenciák, valamint az értelmezések. Azonban ezek azok a dolgok, amelyek összekötnek minket a valósággal, és amelyekből mindenki személyes hasznot húzhat. Mindebben az a fontos, hogy amikor a fizikai gyakorlatot végzed, a fizikai érzés rezonál azzal, amit mentálisan is megértettél, amit ez a logika tanít neked. Vagyis kell, hogy legyen egy koherencia. Ha egy bizonyos ponton már nem érzed ezt az összhangot, akkor meg kell nézned, hogyan tudod megteremteni ezt az összhangot. De nem segít, ha többet edzek, mert nem tudok többet edzeni, nem lesz ettől helyesebb, ha előtte nem tiszta a szemlélet vagy a kapcsolat. Ez csak egy előszó a pocastjainkhoz, a különböző témáinkhoz, amelyeket most szeretnénk bemutatni. Jó szórakozást kívánunk! Üdvözlöm Önöket pocastunk első témájában, egyszerűen érthető és intuitívan megfogható logika a harcművészetekről. Ma egyszerűen egy olyan alapfogalmat, központi fogalmat szeretnénk definiálni, illetve bemutatni, ami kevésbé van jelen és kevésbé felszínes a harcművészetekben. Ez egész egyszerűen a hatás fogalma. Ezt a fogalmat mindenki ismeri, aki harcművészetet gyakorol, és azok is, akik nem gyakorolják a harcművészetet. Ha enült egy autó, akkor az érintkezés hatására megsérülök. Ha enült egy labda, akkor a labda is hatással van rám. Ha a labda könnyű, puha, kisebb a hatása. Ha a labda kemény, például medicinlabda, a hatás nagyobb, és automatikusan jobban félek. Már előre, mert tudom, esetleg testnevelésből, tapasztalatból, hogy egy ilyen tömeg megfelelő gyorsulással nagyobb hatással van és jobban fáj. Csak az a baj, hogy ezt nem látjuk. Ha valaki előttünk áll, és elkezd ütni minket, vagy ütni az irányunkba, akkor nem látjuk, hogy mekkora ütést fejleszt, amikor azzal az öklével érintkezünk. Nem látjuk vizuálisan a becsapódásokat. Éppen ezért fontos, hogy először is elfogadjuk ezt a fogalmat, és erre egy nagyon egyszerű gyakorlat az, hogy fogjunk egy 5 kg-os medicinlabdát, álljunk egymás mellé egy partnerrel kb. egy 1,5 méter távolságra. Minél közelebb, annál jobb. Természetesen nem túl közel. Tartsátok a labdát tényleg lövésre készen a melkasotok előtt, úgy, hogy ezt a labdát a melkasodok tájékáról, a testetek közepéből, a felső testetekből lőjétek ki a partneretek felé. Először lágyan, majd utána teljes erővel csináld. Fontos, hogy a labda röppájája minél egyenesebb legyen. Ne hagyd, hogy a partner tudja, hogy nagyobb vagy kisebb gyorsulással csinálod, hogy ne tudjon alkalmazkodni hozzá. Beszélgessetek, végezzétek el a gyakorlatot egymással, majd elemezzétek ki, hogy mit éreztetek, biztonságban éreztétek-e magatokat, és hogyan érzékeltétek a testeteket egymás számára. Hogy teljes volt-e a teljes teljes feszültség, amint a labdát célba vettétek, vagy sem. Vegyétek komolyan ezeket az apróságokat, mert ott vannak. Ez a gyakorlat egyike azoknak a gyakorlatoknak, amelyeket minden újoncal elvégezünk, hogy ez a hatásfogalma már az elejétől fogva világos legyen. Mert az önvédelem valójában erről szól. Hogy a becsapódást távol tartsuk magunktól, de ugyanakkor képesek legyünk maximális hatást generálni. Mert ha nem tudjuk, hogy ez a hatás milyen erős lesz ránk, a szó legszorosabb értelmében fájni fog nekünk, akkor nem fogadhatunk el tanácsot semmilyen feltételezésből vagy statisztikából, hogy tíz támadásból talán csak kettő az igazán komoly. Mert ha csak azt a kettőt kapjuk le, akkor az már rossz. Ez tulajdonképpen egy logikus gondolkodásmód kellene, hogy legyen. Jó szórakozást kívánok neked! Egyébként csak nézd meg a videókat a YouTube-on. Ott láthatod ezt a gyakorlatot további magyarázatokkal, hogy miről is van szó. Mert az ütés egy másik kifejezés, nem egy másik kifejezés, hanem a harcművészetek egy leegyszerűsített kifejezésének kellene lennie, mert mögötte az energia fogalma áll jó szórakozást.